Kedves, szeretett testvérek, kire szeretne szabadon, jókedvel, Isten gyermeki méltósággal, szeretetben élni? Azt gondolom, mindannyian. És igazából nagy bőtnek az az üzenete, hogy hát, ha erre vágyunk, hát akkor állítsuk helyre ezt a lelki szabadságunkat, békénket. Ugye az irgalmasság iskolájának 6. hetének a témája az, hogy felszabadítani a rabokat, meglátogatni a börtönbe sínlődőket, visszaadni a szabadságát annak, aki ezt elvesztette. És ez alkalommal ne csak másokra gondoljunk, hanem nagybőtbe gondolkozzunk el azon, hogy vajon mi minek vagyunk a rabjai. Milyen rossz szokásaink, bűneink vannak, berögzött tulajdonságaink. Ugye a lustaság, kapzsiság, bujasság, mennyi bűn, ami gyökeret verhet mindannyiunk szívébe. Az ítélkezés, a rágalom, a megszólás. Milyen könnyen mondjuk, hogy te vagy a hibás, de mikor az ujjam rámutat, akkor a másik három igazából felém mutat. Nem ő a hibás, hanem talán háromszor annyira én vagyok. Ferenc pápa ma arról beszélt, hogy szent évben meg kellene osszuk javainkat is a szegényekkel. Ugye Ószövetségnek szép szokása volt, hogy 50. a jubileumi esztendőbe elengedték egymástak az emberek a tartozásokat. Visszaadták a másiknak a szabadságát. Ugye az Ószövetségben valaki nem tudott fizetni, akkor eladták őt vagy az egész családját rabszolgának. De a jubileum esztendőben felszabadult. És Ferenc pápa arra biztat, hogy ebbe a szent évbe, ebbe a jubileumi esztendőbe legyünk mi is nagyvonalúak egymással. Merjünk amnestiát hirdetni. Jézus Krisztus, mikor a nyilvános működését elkezdte, ugye az első beszéde arról szól, hogy hát elérkezett az Úr irgalmának az esztendeje. Jézus első beszédében meghirdeti ezt a örök jubileumi esztendőt. De mégis azt gondolom, Ferenc pápának igaza van, ez egy rendkívüli év. Nézzünk magunkba. Próbáljunk meg talpra állni, újrakezdeni. Ugye a Szent Jónás nagyon fontos. Az ember szembenéz magával, elgondolkozik saját hibáiról, aztán bűnbánatot tart, rájön arra, hogy hát akkor, amikor lestem és nem tanultam, hanem puskáztam és megfogtak, az nekem volt rossz. Az, amikor társamat összeverekedtem vele és haragba kerültem, az nekem se, neki se volt jó. És ugye a következő lépés az lenne, hogy erős fogadás, hogy mától fogva ilyent nem csinálok. Igen, döntöttem. A bűnt eltaszítom, és a jó mellett döntök. És a következő lépés ugye a papbácsi ad elégtételt. De ha én kicsi, kevesellemmel a papbácsi irgalmasabb, akkor én saját magam számára kitalálhatok egy büntetést, nem? Hogy azt mondja, hogy mondjak el egy miatyánkot, és egy üdvözlégy Máriát. De lehet, hogy lemegyek a kápolnába, és a többiekkel elmondok egy egész tízedet. Meg lehet azt fejelni. Mindenki maga érzi. De nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a bűnbánat lényege az nem az, hogy magammal foglalkozom. Tudjátok, ez az igazság, hogy aki magában marad, magába roskad, ez elég rossz társaságba kerül.
bűnbánat lényege, az egész nagybőjt lényege az, hogy ugyanazt mondom, mint a tékozló fiú. Felkelek, és atyámhoz megyek. Igen, a mennyei atyánk, Jézus Krisztus, az a jó társaság. A bűnbánat lényege az, hogy oda megyek hozzá, hogy vele legyek. Nem begubózok egyedül, ottan dögönyöződök a bűnökbe, a méregbe, a szomorúságba, a bűnbánatba. Nagyon fontos, megvan ennek a szerepe. De a leglényegesebb az, hogy talpra állok, és elindulok. Mennyi atyám, itt vagyok, kicsi vagyok, gyenge vagyok, gyarló vagyok, de tied vagyok. Egyfelől a megtisztulásnak ez a lényege, Isten jelenlétébe kerülök. És egészen biztos Isten ugyanazt fogja mondani, amit az apostolainak mondott, amikor a mi atyánkra tanította őket. Bocsáss meg a mi vétkeinket, hogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Igen. Bűnbánat lényege nem csak az, hogy én bocsánatot kérek Istentől, hanem megbocsájtok. Nagyon nehéz oda menni a másikhoz, és megölelni őt, és azt mondani, hogy vétkeztem, hibáztam ellened, kérlek, bocsáss meg. De ugyanolyan nehéz oda menni a másikhoz, azt mondani neki, hogy tudom, hogy hát rosszat tettél ellenem, fáj is nekem, de eljöttem, hogy elmondjam neked, hogy nem haragszom. Hogy visszadom a szabadságodat, aludsz tőlem nyugodtan, mert nincs neheztelés az én szívemben irántad. Milyen jó lenne, hogyha ezt nem csak mi itt a egyházközségben tennénk, hanem a politikusok is megtanulnák. Milyen jó lenne ők is a háborúba egymással szemben álló felek valamilyen módon ki tudnának engesztelődni. Én úgy tudom, hogy Magyarországon hát több mint 20 000 ember ül a börtönbe. Milyen szép lenne, tudnánk imádkozni azért, hogy igen, hát az államelnöknek jóga van, amnestiát hirdetni. Milyen szép lenne, hogyha irgalmasság vasárnapjára, itt Romániában is, Magyarországon is, és máshol a világon, hát igen, amnestiát hirdetnének az elnökök. Jézus Krisztus irgalmas szeretetének nevébe. Hát azt gondolom, ez egy olyan szép feladat, amiért imádkozhatunk. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeink, hát sajnos rokonai, ismerősei, szülei között van, aki börtönben van. És én azt hiszem, hogy nagyon szép lenne, ha mernénk írni egy ilyen levelet. Mernénk közösen megfogalmazni, hogy igen. Hát, Johannes elnök úr. Áder elnök úr. Obama, Putyin elnök úr. A mi Urunk Jézus Krisztus arra bíztat bennünket, hogy bocsássunk meg szívből egymásnak. Mert ő is úgy fog megbocsájtani nekünk, ahogy mi megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Azokat az embereket, akik hát úgy gondolják, hogy mondjam, már letöltötte a büntetésének nagy részét. Gyakoroljanak irgalmat, hogy tapasztalja az az ember meg, hogy igen, az emberiségben van emberség. És képesek vagyunk egymásnak megbocsájtani. Hát de mielőtt ilyen nagy dolgokba vágnánk a fejszét, nézzünk magunkba, vajon én kinek kellene amnestiát adnom? Gondolkozzak el ezen, hogy talán a másikra olyan hibáért haragszok, amit én is elkövettem, vagy talán még nagyobbat is követtem én el annál. De azért haragszok a másikra, azért elítélem a másikat. Emlékszem egyszer, mentünk az autóban, és ott ült valaki mellettem, aki bizony, hát a tanulásban egyáltalán nem jeleskedett. És az útszélén állt három ember lapáttal,
Úgy jó nyugodtan ráérősen, még Kelet-Európában szokás. És ez a valaki olyan vehemensen kezdte kritizálni őket, hogy így dolgoznak, s így, s úgy, s amúgy. És csak annyit kérdezte, hogy vajon te a tanulás mellé hogy szoktál odaállni? Akkor mitől van annyi rossz jegyet? Igen, testvéreim, könnyű más hibáját meglátni. Vajon a magamé észreveszel? Nagyon fontos ez a nagybőti szentidő. És nagyon szép, hogy ez irgalmasság iskolájában pont a rabságból való szabadulás, az elítélteknek a talpraállításának a heténél vagyunk. Adná az Isten, hogy tényleg magam szintjén vegyem számba azt, hogy kikre haragszok, kikre neheztelek, és azoknak mindenkinek, mindannyiaknak adjak, kínáljak fel. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevében irgalmat, szabadulást. Hát aki úgy gondolja, hogy a nagybőt kezdetén bűnbánatot szeretne tartani, hogy ez még jobban belénk ivódjon, hogy mondjam, ne csak beszéljünk róla, ezért ugye a megáldott hamuval, aki eléjön, annak a fejét én meg hintem hamuval, és figyelmeztetem arra, hogy emlékezz ember, porból lettél, és porrá válsz. A Szent Misa legszentebb része előtt, aki akarja a hamvazás szertartásához, jöjjön elé. Amen.